Az Európai Néppárt feladata az, hogy rendre utasítsa Orbán Viktort véli a Die Welt. A konzervatív német napilap szerint a brüsszeli szankciós fenyegetések mellett a párbeszédre is szükség van, hogy a jobboldali magyar kormány megértse, saját családjában sem fogadják el, hogy a demokráciából önkényuralmat építsenek. Magyarország és Európa viszonyával foglalkozik mai írásában a svájci Neue Zürcher Zeitung és a francia Le Monde is. A dívelt vezércikke szerint Orbán Viktor keményen és autokratikusan kormányozza országát. A magyar kormányfő macskaegérjátékot próbál játszani Brüsszellel, és igyekszik kihasználni a sok magyarban mélyen élő történelmi bizalmatlanságot a nyugattal szemben. A konzervatív lap úgy véli, hogy még nem dölt el merre vezet Magyarország útja, de az látható, hogy az ország, az egyeduralom és a demokrácia az zagyvaléka, vezetői pedig az uralkodó hatalmában hisznek, és nem a szó és a párbeszéd erejében. A svájci Naja Zürcher Zeitung, Konrád György új könyve kapcsán arról ír, hogy az egykori ellenzéki író veszélyben látja a szabadságot és demokráciát Magyarországon. Konrád szerint ezért Orbán Viktor a felelős, aki demokratúrát épít. A azonban nem látja megalapozottnak Konrád állítását, aki szerint az értelmiség az egyetlen garancia a radikalizmus ellen. A francia Monde arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar fiatalok a lábukkal szavaznak Ormán Viktor kormánya ellen. Egyre többen hagyják el hazájukat azért, hogy Nyugat-Európában tanuljanak vagy dolgozzanak. A mértékadó liberális lap szerint Magyarország az egyetlen uniós tagállam, ahol egy euroszkeptikus párt van kormányon. A Monde megemlítette, hogy Ormán Viktor Moszkvához hasonlította az Európai Bizottságot, miután Brüsszel bírálta politikáját.